két emeleten több mint 70 olyan nagy interaktív játék eszköz van, amit tényleg használni kell. Nyugodtan gyertek parancsolatok, nem adok a semmiről. Tehát... Bocsánat, kisértükről elnézést. Tehát sok-sok interaktív játékunk mellett tudtunk kísérletetni is. Amik néha előfordulnak fizika, kémia órán, néha nem, a speciális eszközöket használunk, vagy néha nagyon egyszerű, otthoni eltalálható eszközöket kísérletezünk. Most is hoztunk nektek kísérleteket. Most a szél lesz a témánk, ugye tavaszi szél vizet áraszt, szerintem ez elég aktuális most. Levegővel és levegő áramlásával fogunk kísérletezni és játszani. Egy-két igen egyszerű kísérletünk is lesz, amit otthon tudjátok ti is próbálni, el lehet esetleg a csapatokat szórakoztatni, mert ez izgalmas lesz. Interaktív is majd szükséges lesz, hogy majd várunk mindenképpen önök én jelentkezőket is, nem fog fájni, megígértük. Így van, már említette, hogy interaktivitást is szeretnénk kérni. Rögtön szeretnénk kérni egy hosszú hajú önként vállalkozó, önként jelentkező. Hajlandó lenne a haját feláldozni a tudomány oltárán. Szuper, gyere nyugodtan, nagy tapsok neki! Anikó jött ki nekünk segíteni. Először is, még a kísérlet előtt bemutatnám harmadik kollégánkat, ő kimaradt sajnos. Ő itt R2D2. Ugye a Star Wars-ból többeknek ismerős lehet. Star Wars azon szereplője, aki olyan csúnyán beszélt, hogy minden egyes mondatát kisípolták. Kicsit le is butították emiatt, ne tudjon beszélni, ő most csak levegőt tud fújni. Nagyon gyorsan. Megmutatnám a hajamon, de belőle túl sok, illetve túl hosszú már, meg se azért kellett. Tehát nem porzívó, bár annak tűnik, hanem egy porfújó készül, igen, látni fogjátok, hogy tényleg nagyon jól lehet látni, hogy gyönyörű szépen össze lehet húzni vele hosszú hajú egyéneknek a faját. Sajnos fésük majd nem tudunk adni, hogy kicsit. Tökéletes. Még egy tapsot megérdemelt szerintem. Van elég csak modellezni, ami azt jelenti, hogy nem kell a tökéletes hűs mását valaminek elkészíteni, hogyha a működésének a lényegét szeretnénk megismerni. Elég csak egy egyszerűsített táblát, egy modellt alkalmazni. Ez tökéletesen megfelel most a Nikó hosszú hajának és a fej modelljének. Most megnézzük azt, hogy mi történne veled, vagy igazából bárki mással, akinek hosszú haja van, és nem lenne hozzánőve a hajszál a fejbőréhez, és nagysebességű szélbe mondjuk egy autópálya kinézne az ablakon. Hát akkor nézzük. Elfújt felette a levegő, eddig még oké. Ha én elengedem az ujjammal, akkor... gyönyörű szép szerpentint lehet létrehozni. Sajnos még a visszatekerő módszer még nincs meg, azon még dolgozunk, hogy ilyen gyorsan vissza lehessen tekerni. Ezt itt hagyjuk, addig majd mindig is te felhasználjuk valamire. Jó, csak konzultáltunk kollégámmal, mert van egy humorisztikus kísérletünk. Ki akkor megálltok a nőmésben tőle, a látvány lesz csúnya. De szerintem egy erőgeres díszletek vagytok, ugye? Akkor járjátok látni. Aki nem, az csukja be nyugodtan a szemét, majd vissza lehet nézni szerintem a felvételeket egészen nyugodtan. No, tehát ugye nekem túl sok hajam nincs, az is rövid, tehát nekem nincs olyan probléma, hogy elfújná a hajamat a szél. De ha tegyük fel, hogy mondjuk motorbiciklivel haladnék sisak nélkül, ugye nem fordul elő, mert nincs motorom, akkor a hajamat nem tudja szétzirálni a szél, de az arcomat szét tudná. Ugye akkor be kell a ajkaimat melegíteni. El fogom fújni, és megláthatok, hogy nem lesz szép a látvány. Előre szóltam, jó? Aha. Nem érdemes fotózni, a fekete lesz a film. Írjétek
érdekel, nekem sem túl kellemes, de hát a tudományért ugye meg kell tenni mindent, úgyhogy sajnos ez ilyen. Mindig ártunk segítséget kísérletezünk. Hát most azt a célt fogja szolgálni, hogy hűteni fogja a fejemet, ugye kellemes hűvös levegő jön ki belőle, ugyanis a gondolataim segítségével fogok labdát lebegtetni a levegőben, és ez a nagy koncentráció hihetetlen gyorsasággal elforralná a fejemben lévő vákumot. Szóval igen, hűteni fogom vele a fejembe, is kapcsolom. Már nagyon jó, nagyon kellemes. És akkor nézzük, hogy hogy tudom gondolataim segítségével lebegtetni a labdát. Éme. Tényleg lebeg a labda. Remélem senki nem nincs kell egyébként, nyilván. A labda lebeg, azt nem kell elvinni, ezt látjuk. Tehát, hogy a gondolataim segítségével tartom fent. Nagyon egyszerű, egy kicsit addig kikapcsolom a gépet. Ugye nem tudom, biztos mindenki hallott már Bernoulli törvényéről, legalábbis Bernoulliról biztos. Ugye ő kimondta, hogy gyorsan áramló folyadékokban, illetve gázokban lecsökken a nyomás. Itt is ugye az történik, hogy ártó nagyon gyorsan fújja ki magából a levegőt, és hát lecsökken itt a légnyomása a kiáramló levegőben, és én ugye belehelyeztem ide a labdát. Talán meg is lehetett figyelni, mint hogyha két fal között pattogott volna a labda, ez tényleg így van, ugye a külső légkörű nyomás bent tartotta a labdánkat, az volt most a két fal, ezért nem esett ki, gravitáció ugye ellentart, és szépen lebegett a labda, hát nagyjából egy helyben. Lehet ezt akár jobbra vagy balra bizonyos fokig eldönteni. Sőt, ha Attila elég ügyes, akkor talán tudja pattogtatni is ezt. Ez a légdekázás. Sőt, azt állítja, hogy akár két labdával is működik ez a kísérlet. Hát nézzük meg, hogy igaz-e. Radi Újpest meccset fogunk nézni. Első félidő. Akkor nézzük, 1-0. Hamar volt, nem baj. Ez ilyen. Ugye ilyenkor a labdák úgynevezett kaotikus mozgást végeznek. Ez annyit tesz, nem lehet megjósolni, mi fog történni. Lehet, hogy örökre bent maradnak, valószínűleg nem. Lehet, hogy helyet cserélnek, lehet, hogy nem. Tényleg 50-50% az esély annak, hogy vagy a lila, vagy éppen a zöld fog most éppen adott esetben nyerni. Tehát tényleg nyugodtan lehetne fogadásokat rájuk kötni, csak úgy, mint egy foci meccsen, ami nyilván nincs meggundázva. Így van, valaki ezt a kísérletet megirigyelte, és otthon is szeretné kipróbálni, mert nincs ilyen készüléke, ne csüggedjen. Igazából talán a nagymamának a padlása még van olyan porszívó készülék, ami tudott még port fújni is, csak ki kell a csövét cserélni a másik oldalra. Azt meg lehet próbálni, vagy erős fajszállítóval, vagy ha az sincsen, vagy éppen áramszünet van, akkor sem kell aggódni. Valószínűleg otthon található szívószál, ugye? Ez egy igen szép színű szívószál sikerült felhozni. Van egy szívószálunk, van otthon sokszor pingpong labdák is. És kell egy sportos tüdő, azt most éppen én leszek, hogyha elég sokáig és erősen fújok levegőt keresztül ezen a szívószálon, akkor képes, hogy üljön erre a jelenségre, ide rakom a levegő áramlatba ezt a labdát, és amit fújom, addig ez lebeg fölötte. Figyeljétek! Ezért sem szabad dohányozni, hogy nem tudjátok sokáig fújni. Tényleg egyszerű a kísérlet. Ha valaki szeretne egy kis ungarocell labdát, akkor még hosszabban, még magasabban lehet. Úgyhogy nem tudom, csak a saját fantazatok a határt a dolgoknak. Úgyhogy nagyon egyszerű a jelenség. Tényleg kerülő tőle dolgozik. Jó tudom, kivették már az iskolás mindig fizika tananyagból, talán fakultációt tanulnak róla, hanem akkor egyetemes. Szokták mondani, hogy úriember nem fogad olyan dologra, amit tudja, hogy úgy se lehet megcsinálni. Én úriember vagyok, de már nem. Jó. Na, van 1000 forintom arra, hogy valaki megfogja ezt a pingpong labdát, lerakjuk így ebbe az üvegtölcsérbe, ez egy tiszta üvegtölcsér, ebbe a függőleges helyzetben meg kell fújni alulról, és aki kifújja belőle a labdát ebben az a helyzetből, az az 1000-est megkapja. Nem lehet beszélteni semmit, mert igazából én nem kérek többek pénzt, hanem sikerült, tehát igazából
próbált megérni valaki, és aztán kipróbálja ezt. Tehát fontos, hogy függőlegesen itt benne van a kongolabda, én csak meg kell bújni. Ennyi a feladat. Valaki sportol, vizilabdázik, vagy egy ilyen szív. Jó, hogy ideje van valaki. Na gyere, légy szíves! Minél elsőben fújott, annál jobban visszatolja a labdát ebbe a vizek töltsébe, tehát nem lehet ilyen módon kifújni belőle. Úgyhogy ez jó próbálkozás volt, azért erősek vagytok srácok, de a fizikát azért nem lehet sokszor meghazudtolni. Van egy másik módszer, mert ezt esetleg ki lehet elegánsan esetleg fújni belőle, ha nem alulról fújom meg, hanem fölötte fújok el. Nem belefújtam, csak elfújtam fölötte, köszönöm szépen. Mi történt? Ebben az irányban ugye nőtt az áramlás, lecsökkent a nyomás, és a lenti nagyobb légnyomás szépen kilökte a labdát ebből a üveg tölcsérből. Tehát ilyen módon ki lehet, persze fegyüttel volt, hogy így kell megfolyatok, úgyhogy itt nem lehet lesz beszíteni. Aha! Srácok, mindenki is ilyes vagy meg? Na jó, elhiszem nektek. Na most az is lehet visszafelé is lehet működtetni ezt a kísérletet, ha én ezt nagyon gyorsan fújom lefele tartva, akkor benne marad a labda itt a tölcsérbe. Figyeljétek, ha sikerült. Lehetett látni? Tehát ameddig volt szusz bennem, addig a labda itt maradt, és kapogott a üveg tölcsére. A topsot megérdemem, remélem, ugye? Ugyanezt a törvényt ki lehet használni, például különböző szakmáknál is. Én a mobilis mellett szoktam pincérkedni, és azt kell rólam tudni, hogy rendkívül módon lusta vagyok. Éppen ezért nem úgy szoktam poharat osztani, hogy mindenkihez oda megyek és egyesével odaadom neki, mert ugye az nagyon fárasztó. Egyszerűen csak kihasználom Bernoulli törvényét, és elfújok a poharak fel. És akkor hát lehet látni, kirepül a pohár. Viszont ugye a hatótávja az még mindig nem túl nagy. Éppen ezért szoktam ilyenkor Ártó segítségét kérni megint csak az itt. Bekapcsolom egyszerűen ezt a gépet, és hát elfújok a poharak felett. Nyugodtan megtarthatjátok, mert valószínűleg még szükség lesz rá. De is ott van, hogy olyasak. Üvegpohárra nem működik, nem próbáltok kiadnom. Illetve sajnos még azt sem tudtuk kidolgozni, hogy a italt hogy töltsük utána. Valószínűleg a spanyol udvari etikett szokásainak sem felel meg, de mindenképpen működik. Tehát egyszerűen... Királyoknak ugye nem, ha jó, négy okunk borrak, mert lehet, hogy fejlesztés lesz a vége. No, hát még mindig levegős kísérletek. Van itt egy ilyen erős fekpalac, miközben egy régi rufi van, ezt le is veszem, mert ki tudja, hány ember szájában volt. Rakhatod ránk? Nem baj. Hoztunk steril rufikat, mint látja mindenki, ez vadonatúj, mobiliszes. Ezt most valahogy bele kell nekem ide ügyeskednem. Három éves rufi. Most, nem most volt három éves a mobilisz, bocsi. Most évvégén volt a mobilisz háznak a harmadik születésnapja, és ez ilyen különleges rufi most. Rajta van egy hátszám.
No, most ráhúztam ide a szájra befele. Mondd, egy erős tüdővel rendelkező ember önkéntetőre szóval szükségünk. Föl kell fújni benne a lupit. Nem lehet? Hogy miért nem lehet? Ne próbálod? Úgy nem lehet biztos, tehát nem mondom, hogy nincs lehet biztos, hanem felfújj valaki, aki erős, még jó motorok amúgy akartak megint szerepelni, és ötben, vagy ikötök. Így van. No. Akkor tartom ezt a palackot, arra kérlek, hogy fújj föl. Vagy kiholtan a szállam, hogy erősen fújja. Várj! Nem tudom, van már egy dugó, látod? Nem, várj, kiúszom. Kiúsztam, most fújj meg szíves. Fújjad? Mennie kell, ez az! Hoppa, nagyon jó, ki most a nefog? Nézzétek csak meg, mi történt? A lufi nem eresz le, miért nem eresz le? Mert egy dugó benne van, ugye? A dugót itt húz ki. Működik? Nekem is meg próbáljuk? Hogy érdezik ezt? Tényleg van ilyen átláthatnak dugóval? Valakitől hallottam már jó megoldást, aki éles szemmel figyelt. Mesélve, mi voltak? Nagyon jó, kapsz egy kis törstőjönem, majd bejön az ellenőrződbe, ellenőrződ után. Hát akkor így jártál, bocsi. Igen, van a üveg legvégén egy lyuk. Na most, hogyha én ezt befogom az ujjon és úgy tartom, hogy legelső esetben próbáltuk. Akármilyen erős vagy, picikét kitágul a lufi, összenyomja benne a levegőt, megnő a nyomás igazából, és nem tudsz akkor előtt kifejteni a tüdőddel, hogy ez felfújja. Nem létezik, tehát nem tud összenyomni a levegőt olyan mértékben, tüdővel ez működjön. Hogy az ujjamat mellé alakom, tehát hasonlóképpen fogom, nem lehet mindig észrevenni, és ilyenkor fújtad meg, akkor ugye a levegő tud távozni, tehát szépen be tudtad fújni a lufit ebbe az üvegbe. Akkor gyorsan ráálltam az ujjamat ebbe a lyukra, és amikor elvetetted a szállat, akkor ugye lástod át, ott van a felfújva a lufi. Nem értettük miért. Picit összemegy ilyenkor, itt belül a levegő úgymond távol, csökken a nyomás a pont, kiegyenlítődik majd a lufinak a nyomásával, tehát szépen úgy marad, ameddig én tartom. Amikor a dugot te kihúztad, akkor én csak simán elvettem az ujjamat innen, tehát a levegő be tudott áramolni, és szépen kihúztam maradék levegő belőle. Tehát egy nagyon egyszerű kis trükkös eszköz, egy ilyen üveget meg kell fújni, és már is lehet a havarokat szédíteni, mindenféle fogadásokat lehet kötni. Amit nem megbuktok, aztán utána majd én semmilyen feladatot nem vállalok. Ez egy történet, ez egy jó kis játék, levegővel sokat lehet játszani. Van itt nálunk egy parti hordó, ebből a folyadékot saját magunkat feláldozva a tudomány oltárán, már korábban eltávolítottuk, és a csapnak a helyére vágtunk egy lyukat, a másik végére pedig ugye erősítettünk valami rugalmas anyagot, egy membrán, csináltunk rá. Ha én elkezdem ütögetni a hátulját, akkor figyeljétek meg, hogy gyönyörű, szép levegő karikákat fogunk látni. Látja mindenki? Nem, senki nem látja nyilván. Viszont van itt nálunk egy füstgép, ez enyhén mérgező füstöt fúj ki magából. Én nekünk kell tőle félni, mindenkinek csak holnap lesz tőle baja. És most, hogy lehessen látni, hogy milyen füstöt, nem is füstöt ott fel igazából egy párát, egy kutatott párát produkál. Ilyen szokott egy buli helyeken, meg esetleg érezni, ugye? Szóval ezt a füstöt belefújjuk ebbe a parti hordóba, már szörfös parti hordó. Most kezdem el ütögetni, akkor lehet látni? Nem egy követően első sorban lehet. Nyugodtan újra lehet húzni, igen, van ez a mobil szintén is ajándéka. De nekem is ül lánykérés nekem, hogy kérés alatt. Illetve, hogyha valaki ismeri az indián jeleket és valami csúnyát mondanék, akkor attól elnézést kérek, hogyha mindenkitől. Én nem ismerem őket úgy, hogy csak így vaktában lövöldözök. Yeah.
állatlan jelenség, tehát a levegő csak ezen a külalakú csillásban tud kijönni ebből a hordóból, és egy ilyen gyűrű alakú örvény is jön létre, és azok a molekulák, akik benne voltak a legelső örvényesek, tovább haladnak a térbe, tehát ha nincs nagy áramlás, akkor elég sokáig megmarad ez a kis karika, és akkor ide kapjuk az olimpiai karikát, az OBL-et, egyébként lehet vele játszani. Van egy nagyobb készülékünk is. Ez egy jó sikerült cefrés hordó, aminek az aljára vágtunk egy nagy, akkor tetejedőig rakunk egy ilyen gumi membrán. Hát hasonló a játék, csak ez jóval nagyobb annál. Ugye azt várjuk, hogy mivel jóval több füst fog belemenni, és jóval nagyobb a nyílás is a végén, ezért nagyobb füstkarikákat fogunk kapni, akár már mondhatni füstnyakláncokat is. A hátul ülőket is tudunk esetleg ajándékot adni. Szuper! Most ezt ilyen gépágyúként fogom használni, mint a Rambó is szokta. Köszönöm mindenkinek! Igazából ezt a légágyalat is hívják, mert elég erős levegőlőkést képes előállítani. Tehát lehet érezni, hogy valaki fejbe lőttem volna, nem lett fontosanyból, de éreztem volna ezt a elvegő áramlát. Szerintem ezt is lehet próbálni valahogy. Nem tudom, ki ismeri Tell Vilmos történetét. Tell Vilmos az az ember volt, aki a fiának a fejéről egy nyíl segítségével almát lőtt le. Nekünk a mobilizban azt mondták, hogy nem szabad nyíllal lövöldözni, valószínűleg azért, mert nem tudunk célozni. Az alma pedig finom. Éppen ezért nekünk poharat adtak, illetve cefrés hordó füsttel, hogy azt szeretnénk mindenkitől kérni, akinél van pohár, az fejezd el a fejére. Alig bátor, így van. Már pedig megpróbálja látni őket. Célzott a tétjét először. Füst csak azért kell, hogy az állam számaszolóan legyen. Lássa meg előrökünket, akkor ezért kell a füst. Jó, biorezonancia alapján, hogy ki fiú és ki lány. A lányoknak a biorezonancia szintje magasabb, mint a fiúké. Éppen ezért, hogyha egy lány feje fölé tartom ezt a szerkezetet, akkor
akkor a benne lévő kis úszó leúszik az aljára. Látja mindenki? Talán lehet látni. Ha a fiú feje fölé teszem, akkor fent marad az úszó. Ha a lány feje fölé teszem, akkor lemegy megint az úszó. Hogy a fiú feje fölé teszem... illetve a flakon meg van töltve vízzel, ugye amikor összenyomom a flakonnak a falát, akkor a kupakba beáramlik a víz, összenyomja a kis buborékot, és hát a tollkupak lemegy az aljára, ugye kisebb lesz bent a levegő buborék. Általában sűrűség igazából változik, mondhatjuk akár így is. Így van. Ha elengedem, akkor pedig ugye megint nagyobb lesz a buborék, és ezért felmegy szépen a tetejére. Ezt is érdemes otthon elkészíteni. Kell hozzá tollkupak, gemkapocs, kis levegő, egy fél literes flakon, illetve vizet is érdemes belerakni, mert úgy látványos a kísérlet. Tényleg rendkívül egyszerű szerkezet, és lehet vele apát, anyát, kistesót ijeszgetni. Ez a hasonló elvek működik a tengeralattjáróknak a statikus merülése. Vannak olyan kamerák, amiket el tudnak árasztani vízzel. Ilyen esetben megtelik vízzel a hajó egy része, a sűrűsége úgymond megnő, és lesüllyed a tengerfenékre. Ha pedig nagyon más levegővel ezt azokat kiszorítják, akkor újra is a sűrűség is elkezd fölfele emelkedni. Tehát ez a statikus merülés jel a tengeralattjáróknál. Sőt, a halaknak az úszó folyagja is hasonlóképpen tud funkcionálni. Tehát ők ugye a testükön belül tudják ezt a folyagot megnövelni, vagy ezt húzni, és így is képesek az emelkedésüket befolyásolni. Ez itt az első teszt volt, most igazából a kísérlet. Ez a kísérlet, hogy 4 darab ilyen székre lesz szükség. Itt a díszteremben, a tudománytól terhes levegőben lehet ülni székek nélkül vízjel. Ahogy ültem már levegőben szék nélkül. Nem, akkor tudtok, jó, remélhetőleg. Tehát ha van 4 ilyen székünk, akkor akár 100 ember is leültethető a levegőben. Hát ezt az elején kell, hozzá a végén majd a végén nem lesz rá szükség. Kirakít a 4 széket valamilyen alakzatba. Nem tudom mennyi helyi piciket, lehet, hogy kérünk egy kicsit, hogy háttér menjünk, hogy helyi vagyok. Köszönjük szépen! Tehát tudom csinálni, hogy majd a fiúk a fekete támláljuk, vagy borítkáltam székre, náluk a két helyületre rá. Mindenki kifele nézzen, kérdésen az albumról jön összezárva, és a talaj érje. Ugye majd szépen vagy irányítva. Zsebben nincsen ilyen semmilyen kemény tárgy, mobiltelefon, meg egyébek, csak vegyük ki, nehogy másoknak találjon. Most meg egyébek. Köszönjük szépen, viszik a piacra őket, ahogy meg lesz a majdnem betevők. Megvartod, ugye? Szuper. Akkor? Jó, akkor.
Akkor most a vidám partos rész következik. Kezeket fel, nem dövünk nyugi. A kezeteket, bizalmi próba, döljetek hátra egymásra léve. Egyszerre. A talpunk maradjon a földön, nagyon fontos. Várjuk a zárni, köszönöm, amit tudjuk. Oké, kezeket vissza lehet húzni, fiúknak mondjuk, hogy nem taperulunk. Saját mellkapcsra. És a következő lenne a feladat, háromra le kéne nyomni a sarkatokat, és a fenketeket egy kicsit megemelni, jó? Akkor egy, kettő, három. Emeljen a egy cég, két cég, három cég, és négy cég. Bemutatunk, és tényleg jövőben járunk, akkor jöjjetek el hozzá. Köszönjük szépen!